Április 11-e a Magyar Költészet napja, 1964 óta ünnepeljük József Attila születésnapján. Ez idén szombatra esik, Makó városa rendhagyó módon emlékezik. Ennek a rendezvénysorozatnak kettő helyszíne van. 5 órai kezdettel a József Attila gimnáziumnál koszorúzás, illetve az emlékezés virágainak az elhelyezésére fog sor kerülni. Az emléktáblánál polgármesterasszony, a medáliák díjnak a díjazottja Antalovics Péter, illetve a Budapest Bárzenekar tagjai fognak virágot elhelyezni. Ezt követően a korona előtti színpadon folytatódnak a programok. Itt adják át a makói medáliák díjat, és koncert is lesz. Antalovics Péter első kötetes író, mint ahogy ez a medáliák díjnak egyik fontos szempontja. A kötetének a címe az Örök Szoba címet viseli. Majd ezt követően a díjátadás után a Budapest Bár fog fellépni. A Budapest Bár zenekarra azért esett a választásunk, mert próbáltunk olyan zenekarban gondolkozni, amely valamilyen úton módon visszaadja annak a régi kávéházi hangulatnak a hangulatot a főtéren, amely az irodalomnak egy nagyon sajátos velejárója volt a 20. században. Rossz idő esetén a díjátadót és a koncertet a Hagymaházban tartják meg.